Világszerte mintegy 500 millió embert érint a vesebetegség, ez a lakosság közel 14%-a. Hazai felmérések szerint magyar viszonylatban 7-800 ezer vesebeteggel kell számolni, így már ez is népbetegségnek számít. Ez a magas szám annak köszönhető, hogy nagyon sok betegség van, ami szerepet játszik a vesebetegség kialakulásában. A cukorbetegség, a magas vérnyomás, az elhízás, a dohányzás és az örökletes vesebetegség is rizikófaktornak számítanak. Saját életmódunkkal idézzük elő a betegséget, mind a fejlett, mind a fejlődő világban. A veszélyeztetett csoportba tartozók rendszeres szűrésével azonban időben felismerhető és kezelhető lehet a probléma. A vesebetegség sokszor éveken keresztül tünet és panaszmentes, vagy csak elviselhető tünetei vannak. Ilyen apró jelek lehetnek a szem alatti körüli duzzanat, a vizenyős táskás bőr vagy az arc felpüffedése, illetve a bokák, csuklók, combok rendszeres betagadása is. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében 3 centrumban kezelik a betegeket, Kisvárdán, Mátészalkán és Nyíregyházán. Számuk évről évre emelkedik, jelenleg közel 400 fő. Világviszonylatban a vesebeteg száma nő, így Szabolcs, mert Magyarországon, Szabolcs megyében is minden beteget el tudunk látni jelen pillanatban. Ami világon eljárás van, azt mi is meg tudjuk csinálni. Ennek megfelelően a hagyományos művesek kezelés mellett az otthoni dializis kezelést is biztosítani tudjuk, amikor a beteg saját magát kezeli, és egyre nagyobb számban kerül sor vese átültetésre is. A vese átültetések száma hogyan alakul itt a megyében? Mennyire gyakori ez? Gyakorlatilag a vese átültetések száma országos szinten nagyjából egy szinten mozog az elmúlt években. Egy enyhe növekedés észlelhető, olyan 300 körüli szám körül ingadozik évről évre. Élő donoros transzplantáció lenne az a lehetőség, amivel ezt a számot növelni lehetne. Ugye jelenleg nagyjából olyan 1000 beteg van veseváró, vesetranszplantációs várólistán országos szinten. Ezek a betegek ugye többnyire valamilyen okból balesetet szenvedett, vagy agyi vaszkuláris történés miatt agyhalál állapotába került, úgynevezett kadáver donorokból kaphatnak vesét. Ugye ezeknek a donoroknak a száma még úgy is, hogy ugye évekkel korábban csatlakoztunk az Eurotransplant hálózathoz, ezen donorok száma azért csökkenő tendenciát mutat. Az átültetések számát az élő donorok számával lehetne növelni. Jelenleg a műtéti várólista hossza 3 és 5 év közé tehető, tette hozzá dr. Balkó István. Az elmúlt évben 10 átültetés történt Nyíregyházán, ezek közül egy volt élő donoros. A végstádiumú veseelégtelenség kialakulásában a legnagyobb arányban a népbetegségek, ezen belül is ugye a cukorbetegség és a hipertónia, a magas vérnyomás állnak vezető helyen. Ugye mind a kettőre jellemző, hogy számos tényező befolyásolja a kialakulásukat, részben genetikai hátterű, genetikai hajlam is befolyásolja, de nagyon sokat jelent az életmód. Ezért megfelelő életmóddal, egészséges életvitellel, táplálkozással megelőzhetőek lennének mindezek a népbetegségek, és közvetve ugye ennek következtében kialakuló vesebetegség. Tehát gyakorlatilag az első és legfontosabb lépés az egészséges életmód lenne, és nyilván nagyon fontosak a szűrővizsgálatok, hogy időben, megfelelő stádiumban tudjuk kiszűrni ezeket a betegeket, amikor még hatékonyabban a szövődmények kialakulása előtt tudjuk kezelni őket. Március 14-én ismét Vesevilágnapi rendezvényt szerveznek Nyíregyházán is. A világszintű prevenciós nap magyar kezdeményezésre indult több mint 10 évvel ezelőtt.